Az egész világ meg fogja tanulni kimondani Nyír Márton falva nevét. Lomkorona sétány művészetelméleti elemzésére vállalkozunk. Ennek a lomkorona sétánynak az elkészítése és megálmodása, az, ez egy out of the box megoldás. Tehát szembe megy a hagyományos, a mainstream pénzköltési szokásokkal. Ez egy land art építmény. A land art az a 60-as, 70-es években alakult művészeti irányzat. A városi életmódot elutasító és a vidéki életmódot dicsőítő művészek kezdték el. Ezek a művek mindig a természet lágy ölén készülnek. Például a Nazca vonalak, az is egy ilyen első land artnak mondható, ami csak az űrből. Még a holdról is látszik. Vagy nagyon magasról értelmezhető. Ezek gyakran hatalmas művek. Ez annyira nagy ez a lomkorona sétány, hogy nincs akkora colstok. Ez egy posztmodern hagyomány, amiről beszélünk, tehát a vendég nélküli vendégház, víz nélküli akvapark, kilátás nélküli kilátó. Tehát ezek a művek önmagukban nem értelmezhetőek, ezek sorozatok mindig. Nem ez az egyetlen ilyen lombkorona sétány. 60-ban is van egy olyan lombkorona sétány, ahol nincs lomb. Gondoljunk csak a bicskei 59 fekete lyukra, ami szintén uniós támogatásból épült, vagy a Köröshegyi Völgyhíd értelmetlensége, az is egy ilyen abszurdba hajló. A Bodrogkeresztúri 40 cm-es kilátó, ami ugye még egy korábbi kormányzatnak az eredménye, a nagyon híres 11 tyukodi kilátó. Onnan lehet megismerni, hogy egy ilyen mű valóban zseniális, hogy nagyon sokakat megihlet. Hiszen ez a lomkorona sétány, amióta híres lett, azóta híres emberek, komikusok, híres színészek látogatják és kommentálják azt. Egy ilyen műnek híre megy, a többi érzékeny embereket is megihleti. Ugye beindult a mémgyár, tehát ez azt jelenti, hogy nagy hatással van más művészekre. A hatásból lehet lemérni az értékét. Ugye ennek van egy humora ennek a dolognak, hogy lomb nélküli lombkorona sétány, és hát arra gondolunk, hogy egy ilyen humor, ami 60 millió forintba került, az nagyon drágának tűnik, de valójában, hogyha megnézzünk más példákat, mondjuk a Magyar Kétfarkú Kutyapárt költségvetése, ami majdnem 10-szerese is lehet ennek, tehát ha jól tudom, 600 millió forintba került, hogy ők indultak a választáson. Ahhoz képest ez a 60 millió forint egy nagyságrenddel kevesebb, és ha belegondolunk, a poén az egy nagyságrenddel jobb. A kortárs képzőművészetre jellemző, hogy határterületeket kutat. Itt ezen a helyen a magán és a köztulajdon határterületeit kutatja ez a mű. Ugyanis ez a polgármester magánerdeje, ahol mégis EU-s támogatásból egy köztulajdon épül, ami mennyire nagy lelkű már. 80 méteres a lombkorona sétány, az eredeti tervekben 50 méter szerepelt, és ugyanannyi költségvetésből kijött a 80 is. Tehát ez is a szerző nagy lelkűségét és odaadását bizonyítja. Fölmerül a kérdés, hogy mit akart ezzel a művész mondani, vagyis mi a mű mondani valója. Amit itt mások kritizálnak, hogy nincsenek fák, itt arról van szó, hogy a polgármester egy kicsit előre szaladt az időben. Tehát ezzel akarja fölhívni a figyelmet arra, hogy ha nem vigyázunk, a jövőben nem lesznek fák. Ez egy klímaaktivista műnek mondható. Azt látjuk, hogy ha nem vigyázunk a környezetünkre, akkor egy idő után minden lomkorona sétány majd így fog kinézni. Ez tulajdonképpen egy hatalmas felkiáltójel. Egy első ránézésre apokaliptikusnak tűnik ez a helyszín, ezzel a szomorú játszótér kezdeménnyel, de valójában itt is a művészetről van szó. A művészekben van egy ilyen szorongás, ez is a klíma miatt az apokalipszistől, vagyis a világ végétől, és ezt tükrözi ez a megoldás. Ugye a Netflixen is van ez a Last of Us című sorozat, ami a zombi apokalipszis idején játszódik, és hát ezek a művek is ezt a világot idézik, ami a zsenik sorsa gyakran, hogy a középszerű emberek bántják őket. Tehát itt is arról van szó, hogy sok kritika éri a polgármestert. Nekem az a javaslatom, hogy vigyázzunk az értékeinkre, az értékes emberekre, vigyázzunk erre a helyre. Amint látszik, annyira megijedt szegény, hogy most már elkezdett fákat ültetni egyébként. Én ezzel igazából nem értek egyet, mert ezzel szerintem elrontja azt, amitől ez a hely igazán egyedi. A művész nem állt meg a lomb nélküli lombkorona sétány koncepciójánál, hanem egyéb művei is találhatóak a környéken. Például ott az a sárga színű ház, vagy épület, az egy vegán vágóhíd.
ahol nem vágnak állatokat. Ez is ezt a természetvédelmi vonalat képviseli, hiszen a tudósok kiszámolták, hogy a veganizmus az egyetlen útja az emberiségnek, ha nem akarjuk, hogy a bolygó elpusztuljon. Egy hagyományos lombkorona sétánnyal szerintem nem lehetett volna elérni azt, hogy ide, ilyen hűvös, szeles időben, mint amilyen ma van, ide eljöjjenek látogatók, amint a képen is látjuk, három férfi szelfizik. Ez is azt igazolja, hogy ez a művészet megérte a befektetést. Ha teheted, adód 1%-át ajánd föl a Nyírmárt, vagy pedig az átlátszónak.